Na, szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk a Szolnokon, és ez már a mezőtúri személyvonat. Mindjárt indulunk is 5 perc múlva. És hát ugye a mezőtúri személyvonatról már volt videó, és mezőtúrról is már volt videó. Most hát nem is mezőtúra végcél, hanem igazából majd szarvas, illetve halászlakon fogunk leszállni, de az már szarvashoz tartozik. Ugye szarvas nekem különösen azért fontos, mert a párom szarvasi születésű, illetve hát orosházai születésű, de szarvason élt gyerekkorában. Úgyhogy meglátogatjuk az ő kis városát, és bézézni fogunk egy jót, hiszen azon a vonalon ugye bézék közlekednek, ez a mezővegyesi vasútvonal, erről majd később beszélünk, de igazából imádom a mezőtúri személyvonatot, szóval, hogy ilyen kocsikkal adják ki mindig igazából, ugye legutóbb is, amikor közlekedtünk vele, akkor is szintén ilyennel volt kiadva, és egyébként szoktam figyelgetni, hogy ez mindig ilyennel van. A legkényelmesebb, komolyan mondom, vetekszik nálunk a csörgős, húgyos BHV-s kocsikkal, úgyhogy igen, talán a második kedvencem, azért azt azért nem tudja legyőzni, hiszen az egy örök szerelem marad, de imádom, nagyon-nagyon kényelmes, úgyhogy gyertek, tartsatok ma is velem, utazzunk egy jó. Lassan megérkezünk az első megállási pontunkhoz is, ami fogalmam nincs úgy fejből, hogy mi, de most ez lényegtelen is. A mezőhegyesi vasútvonalról, tehát azt kell tudni, hogy a 105-ös számú vasútvonal mezőhegyesig, mezőtúrtól, és mezőhegyestől Pattonyáig pedig a 125A, és ugye utána már az országhatárhoz érkezik a vasútvonal. Úgyhogy szépen ezt fogjuk megnézni, hát egy csekély részét, mert ugye a Szarvasig azt hiszem 20 pár kilométer, tehát nem fogunk vele sokat menni. Viszont hát bézézni fogunk, és ugye egyébként Szarvason van az egyik bézékereszt, tehát ahogy majd halászlakon elmegy a bézé rá, egy 15-20 perc múlva érkezik is majd szemből, úgyhogy egy kis bézés túrán csapatunk, visszamegyünk utána a mezőtúrra, ahol egyébként mind a két alkalommal, tehát majd most is, illetve amikor majd visszaérkezünk, lesz 40 percem, úgyhogy egy kicsit jobban körbe tudok majd nézni, mint ahogy múltkor azt az időm engedte. Ugye érdekessége, hogy mezőtúron van egy sínautó kiállítva, azt is jobban megnézzük, mint múltkor. A múltkor igazából tényleg csak egy snittet vettem fel róla. Közben megérkeztünk. Szajol. Ja, persze, hát Szajolba. Szajolba állunk meg először, úgyhogy hát ja, utazunk tovább szépen nyugisan. Megérkeztünk közben mezőtúrra, és itt van ez a gyönyörű szép pályakocsi, egyébként ott van a szerelvényünk. És hát bizony van érdekessége. 1902-ben Vanderbilt nekivágott a kontinensnek, és akkoriban még az utak állapota nem volt a legmegfelelőbb, úgyhogy úgy gondolta, hogy egy sínautóval teszi ezt meg, és a New York-San Francisco távot, vagy talán pont fordítva, hogy San Francisco-ból ment New Yorkba, szóval azt a távot egy ilyen sínautóval tette meg. Egyébként az első világháború környékén is nagyon nagy szerepe volt ezeknek, mert akkor például katonákat, illetve mindenféle hadi felszerelést szállítottak, nem konkrétan sínautóval, hanem sín teherautóval. Ezek általában ilyen 4-6 kocsis szerelvények voltak. Ezek után egyébként leginkább ilyen pályakocsik közlekedtek, ugye a MÁV-nál is volt ilyen, és hát mindenféle pályaállapotot mentek ki ezzel ellenőrizni. Azért nyilvánvalóan arra ugye nem volt alkalmas, pedig egyébként sokan szerették volna annak idején, hogy ilyenekkel autózzanak, tehát magánszemélyek, hát nyilván ugye azért a vasútnak olyan kötött is, illetve olyan szabályozása van, hogy ez azért nem lehetséges, legalábbis hát a ma már, vagy mára már kialakult hálózat, illetve szabályok értelmében biztosan nem, nyilván ezt akkor kellett volna esetleg át logisztikázni, de hát azért valljuk be, ez ilyen szintén elképzelhetetlen, de annak idején tényleg nagyon sokan szerettek volna magánszemélyek is sínautóval közlekedni, hát nyilván meg lett volna a feelingje, de hát azért ez inkább csak egyfajta ilyen futurisztikus elképzelés, de gyönyörű szép egyébként. Vasúttörténeti parkban is láthattok egyébként hasonlót. Szálltam szépen itt a bézére, mint láthatjátok, természetesen a pótba szálltam, hogyha lehet, akkor mindig oda szoktam. És hát egyelőre senki nincs a vonaton, viszont ez még nem jelent semmit, mert hogy Békés Csaba felül is, illetve a Kelete Pályaudvar felül is most jön majd a gyors vonat, vagy sebes vonat, és szerintem, mivel csatlakozó járat ez, ezért szerintem sokan, hát, vagy legalábbis biztosan lesz, aki átszáll majd.
Úgyhogy ezt azért jó tudni, hogy itt a BZ megvárja, illetve ha minden igaz, akkor fordítva is így kell legyen, tehát bevárják itt egymást, ez egy csatlakozási pont, úgyhogy hát igazából 7 perc múlva indulunk a csabai, illetve a keletiből érkező sebes is most fog megérkezni. Méghozzá Traxal. Traxal jön, fecske kocsikkal. Most érkezik be. És hát mi meg már elfoglaltuk kellemes pozíciónkat itt a BZ-n. Megérkeztem ide halászlak megállóhelyre, ami egy kicsit becsapós, most megmondom az őszintét, hogy azt nem mondom, hogy csalódtam, mert egy nagy pozitívuma mindjárt lesz is, azt megmutatom nektek. Viszont abban mindenképpen csalódtam, és mutatom is közben nektek, hogy a térképen ez Szarvashoz sokkal közelebb esik ez a megállóhely. Erre egyszer csak megálltunk itt a híd után, pedig én felkészülök mindig, tehát megnézem a térképen, hogy hol vannak a megállók, hogy tudjak mindent. Erre itt megállunk a semmi közepén tényleg, úgyhogy nem tudom, hogy a térképen miért jelölik ezt sokkal közelebb Szarvashoz. Itt a vasúti híd, amin átjöttünk a Kiskörös felett. Gondoltam, hogy majd kimegyek és akkor videózok egyet a Kiskörösről, de ki van írva, hogy a hídon átjárni tilos és életveszélyes, de most én azért nem kockáztatom, nem gyalogos átkelésre van ez kitalálva, tehát most nem fog rajta se átkelni, se a közepéig elmenni. Egyébként a Kiskörös az meg, hát az előbb láttátok igazából a BZ-ből, de ott van. És ugye, hogyha elnézünk erre a nagy semmi, illetve hát ilyen kis valószínűleg ilyen nyaraló épületek, nem hiszem, hogy itt sokan életvitelszerűen élnek. A másik irányba is ugyanez a látvány fogad minket. Egyébként gyönyörű és gyönyörű szép időnk van, szóval nagy csalódás azért nem ért. Ránéztem a Google térképre, mert kíváncsi voltam, és tényleg, tehát, hogy majdnem egy kilométerrel arrébb mutatja a térkép a megállóhelyet. És viszont a vasutállomások.hu-n fenn van ugye a megállóhely, és ez van fenn, tehát a kép minden megegyezik. Viszont a Wikipedia meg a 15. kilométerhez írja a megállóhelyet, mi pedig itt vagyunk a 143-as Szelvénykőnél, ami oké, okay, hogyha kerekítünk sem 15 km, de mondjuk elfogadható, de lehet, hogy pont azt a 700 métert csalja a Google térkép. Nem tudom, hogy mi az oka igazából. Lényegtelen, hát ugye nem jártam még itt, szóval váratlanul ért, de hirtelen lepattantam a BZ-ről, mert itt szerettem volna mindenképp leszállni.